hiszen ha nyár, akkor egyrészt nagyon meleg van, vagy általában meleg van, és olyankor azért többen nehezen viselik ezt a meleget, adott esetben pedig például, hogyha a lakásban vagyunk, akkor ott is jó meleg lehet, de hogyha van az embernek mondjuk klímája, akkor ez valamilyen szinten elkerülhető. No, de hogy milyen hűtési megoldások vannak, és mire kell mindenféleképpen odafigyelni ezekkel kapcsolatban, Antal Mihály van itt a stúdióban, a GRI légkondicionálok műszaki szakértője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Mi az, amire mindenféleképpen figyeljünk oda, mielőtt mondjuk beszereltetnénk klímát akár a lakásba, hogyan tájékozódjunk? Az elsődleges, illetve két legfontosabb tanácsom az, hogy válasszunk olyan klímamárkát, ami régóta stabilan a piacon van, megbízható klímamárkát, aminek az alkatrészellátása, a garanciális ügyintézése, a szerviz háttere biztosan megoldott Magyarországon. A másik tanácsom pedig az, hogy olyan klímaszerelővel, olyan szerelőcéggel, szervizes céggel üzemeltessük be a berendezést majd, aki szintén régóta van a piacon, megbízható, tájékozottunk róla, és valószínűleg elérhető lesz a jövőben is, hogyha bármilyen jellegű problémánk vagy kérdésünk van a berendezéssel kapcsolatban. Mennyibe kerül manapság egy klíma, úgy nagy általánosságban nézve, illetve hogyha klímát használunk, akkor milyen plusz költségekkel számoljunk adott esetben? Alapvetően a tapasztalatunk az, hogy a gyári márkák az olyan bruttó 250 ezer forinttól kezdődnek, és ettől fölfele érhetőek el felszereltségtől, illetve kialakítástól és mérettől függően. Ez alatt, hogyha találunk berendezést, akkor azért legyünk egy picit bizalmatlanok, gondolkozzunk azon, hogy biztos, hogy megfelelő márkáról van-e szó. Hogy milyen költségekkel számolhatunk, még az alapvetően attól függ, hogy milyen intenzíven használjuk a berendezést. Jelenleg már most a klímaberendezések nagyon gazdaságosan üzemelnek, mind nyáron, minimális költséggel fenntarthatóak, illetve télen fűtésre is nagyon gazdaságos alternatívája lehet mind a gázfűtésnek, mind egyéb fűtési megoldásoknak. No, hogyan használjuk akkor? Ez nagyon fontos, hogy ne egész nap menjen adott esetben. Mire figyeljünk oda a használatánál? Mi javasoljuk azt, hogy egész nap menjen, tehát például a fűtésben ugyanúgy használjuk, mint általában minden más fűtési megoldást, hogy amikor elmegyünk otthonról, neki kapcsoljuk a berendezést, ugyanígy hűtésben is, illetve a legbiztosabb az, a legjobb az, hogyha nem kikapcsoljuk a berendezést, hanem mondjuk egy kisebb hőfokra temperáljuk a lakásunkat, ugyanúgy, mint amikor elmegyünk otthonról, nem kikapcsoljuk a gázfűtésünket sem, hanem maximum egy alacsonyabb hőfokon temperálunk, és majd amikor hazaérkezünk, akkor visszaállítjuk a számunkra megfelelő hőmérsékletre. Így lesz a leggazdaságosabb az üzemeltetése. Hogyha valakinek van klímája, akkor mire figyeljen oda olyan szempontból, hogy mondjuk üljünk-e alá, ne, hogyha van kisgyerek, akkor ő ne legyen abban a sávban, ahol fújja a levegőt. Ugye ezek ilyen praktikus dolgok, amire mindenféleképpen érdemes odafigyelni. Ilyenkor mit javasol? Igen, nagyon jó megoldások vannak erre már a gyártók által. A légterelés az nagyon könnyen irányítható, illetve beállítható az, hogy hova fújjunk közvetlenül levegőt. Egyértelmű, hogy gyerekeknek, illetve senkinek nem érdemes közvetlen a hideg levegő kifújásában tartózkodni, az komoly megbetegedéseket tud okozni. De szerencsére már most a berendezések beállíthatók úgy, hogy egészen fölfele fújjuk például a hideg levegőt, és majd utána onnan a mennyezetről hullik vissza ránk, amit nem érzünk közvetlen húzathatásnak. Hogyha valakinek már van klímája, akkor mire érdemes odafigyelni? Évente kell-e tisztítani, nem? Ez szintén ugye felmerülő probléma is lehet, hogyha az ember olyan klímát használ, ami már koszos. Ilyenkor mi a javaslat? Alapvetően a klímáknak az egyszerű tisztítása, tehát a szűrőknek a tisztítása, ez a végfelhasználóknak a feladata. Ezt javasoljuk folyamatos üzemeltetés mellett egy 2-3 hetente megnézni a szűrőket, hogy milyen állapotban vannak. Ezek könnyen kitisztíthatóak porszívóval, vagy csak kiporolom, illetve hogyha nagyon koszos, akkor csap alá, zuhany alá tartom és elmosom. Viszont a szerelő által végzett karbantartásokat azt javasoljuk fél évente elvégezni, szezononként, tehát hűtési szezon után és fűtési szezon után is elvégezni. Ez nyilván egy nagyobb karbantartásról van szó, itt egy komolyabb fertőtlenítő tisztítást kap a beltéri egység, illetve az üzemi állapotokat, az üzemi nyomásokat is mindenfélét ellenőriznek ilyenkor a szerelők, tehát későbbi meghibásodás is elkerülhető ezáltal. Ennek nagyjából milyen a költsége, csak hogy akkor ezzel is számoljon az ember? Ez teljesen változó, úgy nem tudok a szerelők nevében nyilatkozni, de ez egy komolyabb karbantartás, szerintem olyan bruttó 10 és 20 ezer forint között számolható. Hosszú távon tehát az a befektetés, hogyha az ember úgy dönt, hogy akkor legyen klímája, akkor az egy megtérülő befektetés, akkor akár a közérzete az jobb lehet, és akkor azt javasolja, hogy mondjuk ennek a napi használata az ilyen állandó használat legyen, és úgy a leggazdaságosabb és legkifizetődőbb.
Fűtésben mindenféleképpen, tehát fűtésben egy megtérülő beruházásról lehet szó, tehát gazdaságos alternatívája a gázfűtésnek, mind bekerülési költségben. A bekerülési költsége ugye jóval alacsonyabb ennek a fűtési megoldásnak, mint bármilyen más fűtési megoldásnak, de fenntartásban, tehát üzemeltetésben is jelentős összegeket lehet vele megtakarítani. Nyilván a hűtés az egy másik téma, ott nem megtakarítani akarunk, ott ez egy komfort beruházásról van szó. Jelenleg azt látjuk, hogy Magyarországon a elmúlt időszakokból következtetve olyan megemelkedett hőmérsékletek vannak itt nyáron, hogy gyakorlatilag már szükséges, tehát nem egy luxus beruházásról van itt szó, hanem egy szükséges beruházásról ahhoz, hogy a komfortérzetünk meglegyen. Antal Mihály, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta. Nagyon érdekes volt.